A szirmaiak is csatlakoztak az országos Teszedd akcióhoz. A város részben 30-an gyűltek össze, hogy megtisztítsák környezetüket. Kutyák, babák, kisgyerekek és felnőttek, mindannyian a környezetért tettek. Mit nem tehetünk a zsákba? Akkumulátort, elemes festékes vegyi anyagokat. Emellett biológiailag veszélyes anyagokat sem. Ezeket külön zsákokba gyűjtötték Szirmán. A Teszedd megmozdulására hétvégén 30-nál is többen érkeztek. Rengeteg önként jelentkező van, hála jó Istennek, tehát nagyon szeretnek jönni szemetet szedni, ennek mi nagyon kifejezetten örülünk, de sajnos rengetegen is pakolják le a szemetet, ami egy ördögi kör, hogy mi felszedjük, és ők meg újra lepakolják. Úgyhogy ez a Teszedd alkalmon belül szerintem tökéletes alkalom, hogy mindenki megismerje ezt a, úgymond ezt a jó kis kikapcsolódást. Igazi közösséget kovácsolt a szemétszedés. A legkisebbek sem voltak restek felvenni a más által eldobott szemetet, és csatlakoztak a Baráthegyi Kutyaiskola munkatársai is. A szemétszedés nem ismeretlen Szirmán, lakossági igény volt a környezet megtisztítása. Nagyon szívesen, nem csak képviselőként, hanem szirmai lakosként is csatlakoztam. Ezért is hoztam el a családomat is, hogy részt vegyünk ebben a nem csak munkában, hanem egy közösségépítő tevékenységben is. Külön öröm, hogy egy országos mozgalomnak vagyunk a résztvevői, hiszen több mint 3200 helyszínen történt meg ez az akció. A képviselő szerint a megelőzés lenne a legfontosabb, hiszen Miskolcon a családi és a bérházas övezetekben is van lehetőség a szemét összegyűjtésére. A rendészeti bizottság elnökeként is tevékenykedő képviselő hozzátette, hogy a megelőzésben a zöld kommandó és a hamarosan érkező térfigyelő kamerák is sokat segítenek majd.